Az utazási irodák szerint nem is veszélyes a Zika vírus, akár így is lefordíthatnánk a Barcsi Jobbágy Ferencné történetét. Gizi néni tavaly évvégén veszítette el a férjét, akivel többször jártak Dominikán. Nemrég még együtt telepedtek haza Kanadából, ám tavaly novemberben Gizi néni férje elhunyt. Az ő emléke miatt döntött úgy, hogy egy utazás erejéig barátnőjével visszatérne Dominikára. Kantovár utazási irodával mentünk volna, Punta Canában, Dominican Republic-val, április 6-ától április 21-ig, úgy tudom. Egy jelentős összeget be is fizettek erre az útra. Igen, 836 ezer forintot, mint előleg. Először 646-ot, mikor már lemondtam, akkor még kért a utazási iroda 190 ezer forintot, még, mikor már lemondtam. Hát én úgy gondoltam, hogy biztos nem fizették be a biztosítást, és esetleg az hiányzott, de úgyis visszaadják. Hát nem úgy be. Mert hogy Gizi néni hiába mondta le az indulás előtt 58 nappal, még február 8-án az utat, máig nem kapott vissza egyetlen fillért sem. Ráadásul korábban telefonon is jelezte, hogy orvosa tanácsára nem utazhat, mert az immunrendszere nincs olyan állapotban. Az utazás lemondása esetére még biztosítást is kötött, ám a biztosító válaszában azt írta, az ő orvos szakértőjük szerint a Zika vírus csak várandós nőkre jelent veszélyt, így nem fizetnek. Tegyük hozzá, az utazási szerződésben nincs benne, hogy a szervező utazási iroda megkérdőjelezheti, miért is mondja le a kuncsaft az utat. Határidőtől nem hivatkoznak, csak nem jár vissza és kész. Kicsit térjünk vissza az utazási szerződésre. Abban feketén-fehéren az áll, ha az indulás előtt 60 nappal mondja le, akkor a teljes összeg, ha 35 nappal, akkor pedig 90%-a visszajár. Ehhez képest Gizi néni azt a választ kapta, hogy egyáltalán nem jár vissza pénz. Felhívtuk hát a Kantavár utazási irodát, akiknél Gizi néni befizette az utat. Tehát a Delta Rise-nek önök továbbították ezt a pénzt? Amitől befizetett? Visszatessen, hát ők a szervezők, mi csak egy kis iroda vagyunk. Értem. Jó, mert hogy az utazási szerződést is akkor a Delta Risennel kötötte meg, tehát, de önök akkor ezt a pénzt továbbították, amit már az hát Kantavár mérve. Hogyha nem mi szervezünk egy utazást, akkor az a közvetítő továbbítja a szervezőfő, ez nyilvánvaló. Most befizetett volna hozzánk egy prágai buszos körutazásra, akkor nálunk lenne az összeg, mert mi szerveztük volna. De mivel egy repülős utazást választott nálunk, ezért afelé a cég felé továbbítjuk, amelyik cégünk szervezi, illetve partnerünk pontosabban, tehát nyilván vannak itt rengeteg repülős katalógus, amiből lehet válogatni. Persze, hogy ne, én ezt értem, csak ugye a hölgy most gyakorlatilag futhat a pénze után, mert az orvosa azt mondta, hogy ne utazzon el. Hát ezt egyébként a kolléganőm tanácsolta neki, hogy Zika vírusra ne hivatkozzon, mert hát az nem. De az utazási szerződésben olyan nincsen, hogy indokolni kell, hogy miért áll el az út. De miért nem a szervező céget hívják fel, és beszélik meg ezt vele? Hát ők tudják megmondani, hogy a szerződésük az miről szólt. Vettük az adást, újból tárcsáztunk. Ezúttal a Delta Risent hívtuk fel, akik szerződtek Gizi nénivel. Ezúttal azonban már a régióból is kilépünk. Figyeljenek, ez már egy budapesti cég. A repülőjegynek az ára nem visszatéríthető, ami a szerződési feltételekben is benne volt. Ő arra hivatkozott, hogy a Zika vírus miatt nem szeretne utazni, és ugyanúgy a biztosító felé is ezt jelezte. Természetesen a biztosító ezt nem ismerte el, mind okot arra, hogy lemondja az utazást, és a biztosítás, az útlemondási biztosítás ezt fedezte volna, mert a Zika vírus miatt nem utazni, ez nem a biztosító számára nem volt megfelelő ok. Igen, azt értem, de ugye ez arra a részre vonatkozik az utazási biztosítás, arra a sztornó részre vonatkozik, amit az utazási iroda úgymond visszatarthat bizonyos határidőknél. Tehát az utazási szerződésben az szerepel, ami előttem van, amit a hölgy bocsátott a rendelkezésemre, hogy 35 nappal az utazás megkezdése előtt a ténylegesen felmerülő költségek az utazás teljes árának legfeljebb 10%-át tarthatja meg az utazási iroda. Ő ezt írta alá. Igen, van még egy dokumentum, amit aláírt, ez a repülőjeggyel kapcsolatban volt, mert a repülőjegy nem visszavagy, lemondható, de már nem volt ebbe az időszakba.
Ez nem egy olyan csomag alatt volt, hanem ez egy egyedi igények alapján összerakott utazás, aminek a részét a repülőjegy és az utazás földi szolgáltatást képezte. És pont a repülőjegynél volt ez a probléma. Tehát akkor nem az volt a probléma, hogy ő a Zika vírus miatt mondta vissza az utazást, mert gyakorlatilag... Amiatt mondta, mert amiatt nem utazott el. Igen, az volt az ő oka, hogy amiatt nem utazott el. Ugyanúgy beadta a biztosítónak a kártérítést igényel, de a biztosító elutasította ezt az okot, mert ez nem volt számára megfelelő ok arra, hogy visszamondhassa az utazást. No, ettől kezdve már tényleg nem értettük. Ahogy azt sem, hogy két repülőjegy hogy kerülhet 840 ezer forintba, amikor már negyedennyiért is kínál utat ugyanide és ugyanez az iroda. Teszünk még egy kísérletet. Az ügyfélszolgálat tanácsára írunk majd egy e-mailt is. De akkor összegezzünk. Ezt tényleg el kéne intéznie egy idős hölgynek egyedül, amikor nekünk sem sikerül?